a Pralipe Független Cigány Szervezet és civil szervezeteink nevében szeretném megköszönni önöknek, nektek, hogy ma, augusztus 2-án, a holokauszt roma áldozatainak emléknapján eljöttek ide velünk erre a csendes kőhajtásra. Emlékezni jöttünk 1944. augusztus 2-ára, amikor egyetlen éjszaka alatt közel 3000 embert gyilkoltak meg az Auschwitz-Birkenaui elkülönített cigányláger lakói. És igen, emlékezni jöttünk azokra a mai áldozatokra is, akiket származásuk miatt gyűlöletből, indulatból gyilkosok támadtak meg. Mindössze 2 évvel ezelőtt, augusztus 2-ról 3-ára virradó éjszaka, a saját házában alvó édesanyját, a 45 éves Balogh Máriát meggyilkolták. Úgyhogy berontottak a házába, és alvásában lőttek rá. Mint ahogy majdnem a halál martaléka lett a 13 éves kislánya is. Mint ahogy meggyilkolták Nagy Tibornét és Nagy Józsefet Nagycsécsen. Csorba Robikát és édesapját, Csorba Róbertet Tatár-Szentgyörgyön. Kóka Jenőt Tiszalökön. És meglőtték Alsó Zsolcán Rontó Krisztián, és máig hordja a lábában a lövést a pilicsei Getinás Magdolna. Házakat gyújtottak föl, és a menekülőkre lőttek. A 21. századi Magyarországon 2008-ban és 2009-ben embervadászat volt Magyarországon. Cigányokat gyilkoltak, csak származásuk miatt. Vajon remélhetjük-e, hogy ennek a gyűlöletnek megállt tudunk parancsolni? Vajon remélhetjük-e, hogy a felelős politikai vezetők rangján kezelik ezt a mindannyiunkat nyomorító rákfenét? Mert téved az, aki azt hiszi, hogy a gyűlölet csak a cigányoknak árt. A gyűlölet azt is mérgezi, aki gyűlölködik. Elfedi előle az igazi bajokat. Úgy vagyunk mi, szegények és kitaszítottak, bűnvakoknak kinevezve, hogy eltakarjuk, mint fák, az erdőt. Nem láthatók az igazi nagy bajok, mert ezzel állítanak szembe bennünket egymással, ha hagyjuk. Mi, civilek, emlékezni jövők, azért szoktunk augusztus 2-án ide eljönni, hogy ne hagyjuk. És arra kérem Ivány Gábor, a lelkészünket, mondjunk el együtt egy imád az ártatlanul meggyilkoltakért. Előtte hadd mondjak én is néhány rövid szót. Egyik valóban erre kért Bársony János, hogy csak egy mi atyánkot mondjak mindazok fölött, a dolgok fölött, amelyek bántanak minket, és nem akartam, hogy az az érzés legyen bárkiben, hogy már csak egy mi atyánkot tudunk elmondani, hiszen vannak pozitív dolgok is. Például eddig éveken át úgy jöttünk ehhez az emlékhelyhez, hogy össze volt kenve mindig ürülékkel, és megemlékezésünk azzal kezdődött, hogy letakarítottuk a szobrot, vagy az emlékművet.
most nem történt meg, valószínű valóban máshova van kenődve az, amit ide szántak egyesek, de oda nem megyünk takarítani. Minden esetre el akarjuk újra és újra mondani, hogy legyen áldott azoknak az emléke, akik méltatlanul elvesztek, akkor és azóta is. Nagyon különös, hogy éppen ezen az évfordulón kell a legújabbkori áldozatokra is emlékezni. Voltak, akik megkértek, hogy egy tiltakozást is olvassak fel, amiatt, hogy törvényi lehetőség van munkatáborokba kényszeríteni embereket a legcsanyarúbb, leghátrányosabb helyzetben lévőket, és ez ellen tiltakoztunk többen, és ez a tiltakozás folyamatban is van, de én ezt most mégsem olvasom fel a szervezők kérésére, de ha utaljak egy bibliai történetre, jelesül Mózes történetére, akit azzal szólít meg az örökkévaló, akinek ő még a nevét sem tudja, hogy meghallotta népének a jajkiáltását, felhatolt hozzá, és szeretne leszállni közéjük, hogy ezt közelről lássa és segítséget adjon. Ezzel Mózes egyetért egészen addig, míg meg nem tudja, hogy Isten úgy akar leszállni az ő népe közé, hogy őt akarja elküldeni. És Mózes bevallja, hogy még Isten nevét sem tudja. És mi is így vagyunk, azt érezzük, hogy nem az a fontos, hogy Isten nevét tudjuk-e, nem azért imádkozunk, hogy szeressen és támogasson bennünket, hanem adjon erőt arra, hogy mi gyakorlati módon tudjuk szeretni azokat, akik bajban vannak, vagyis álljunk oda melléjük, és ezért ne pusztán csak emlékezzünk, hanem tegyük azt az egyszerű dolgot, amit megbízatásként az örökkévalótól Mózes is kapott, menj és mondd meg a legfelsőbb helyen, hogy engedd el az én népemet. És mi is ezt akarjuk újra és újra elmondani, tegyétek szabaddá a cigány népet, adjátok meg a szabadságnak a lehetőségét, szűnjék meg az az erő, ami lenyomja, ami hátrányos helyzetben tartja ezt a boldog, tehetséges népet, kapjon vigasztalást a múltért, kapjon esélyt a jelenben, kapjanak perspektívát a gyerekek, és ezt újra és újra el akarjuk minden hatalmasnak mondani, engedd el népemet, engedd el, hadd szárnyaljon, hadd legyen szabad. És akkor mondjunk egy imádságot. Mindenható és örökkévaló Isten, akinek a nevét sem tudjuk igazán, te mondtad, vagyok, aki vagyok, és hogy te ki vagy, azt szeretnéd megmutatni ebben a világban azokon keresztül, akik a te értékeidet akarják ösztönösen vagy tudatosan követni. Imádkozunk hozzád, ami szeretett cigány testvéreinkért, imádkozunk azokért, akik értelmetlenül, gyalázatos módon elpusztultak. Ezelőtt 6 vagy még több évtizeddel, de imádkozunk azokért, akik folyamatosan kénytelenek a nyomorúság mindenféle formáját megélni, a kirekesztést. Kérünk tőled erőt ahhoz, hogy ezt ne nézzük tétlenül, adj ötletet nekünk, hogyan tudnánk mindenféle eszközzel segítséget nyújtani az emberi élethez, azt megértetni, hogy egyformák vagyunk, sőt, többre tartjuk őket magunknál. Urunk Istenünk, kérünk, hogy te úgy, mint hajdan, add az egyszerű szavakat, ha kell a politikusok felé, add mondjuk a maga módján azt, hogy engedd el népemet, tedd szabaddá, vedd le róla az igát, hadd legyen szabad, hadd legyen boldog igazán. Hallgass meg, kérünk a sokunk által ismert imán keresztül is, mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg!
Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját reátok, és adjon békességet néktek. Amen. Amen.